Már a Virradóra ez a kép fogadta azokat, akik kilátogattak a zsidó temetőbe. Nem ez az első eset, hogy ismeretlenek áthúzott Dávid csillagokat és horogkeresztet festettek az épület falára. Az óvoda úti temetőnek a kápolnáját rongálták meg ismeretlenek, festékszóróval a kápolna falát összefirkálták, illetve különböző jelképeket festettek rá, illetve további 12 sírt is megrongáltak hasonló módon. Nem csak a zsidó temetőben rongáltak az éjjel. A város egyik jelképét, az országalmát ismét megfosztották, majd 10 kilós keresztjétől. Alig egy évvel ezelőtt garázda fiatalok csorbították meg Ómann Béla alkotását. A rendőrség már nyomoz az ügyben. Az ismeretlen tettesek valamilyen módon letörték a országalmának a keresztjét, és ott hagyták magát, azt a darabot, a letört darabot. Egyelőre ismeretlen tettessel szemben indult meg a nyomozás a Székesfehérvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, melynek keretében természetesen vizsgálják a nyomozók a térfigyelő kameráknak a felvételeit. A nyomozás érdekében azt kérik a lakosságtól, aki bármit tud valamelyik rongálással kapcsolatban, mindenképpen tegyen bejelentést a 107-es vagy 112-es hívószámok bármelyikén. Egyébként az, aki temetkezési helyet vagy épp egy műemléket rongál meg, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.